Ida, mikor jössz? Ez meg ki? Ja, ki ez? Azt mondtad, hogy tesi után itt. Pú, Tibi, bocs. Hogy ma festjük meg suli után a befőttes üvegmécseseket a kertedbe. Ne haragudj, ma mégsem olyan jó. Ida, máskor azért ne hozz ide ilyen mindenféle harmadikosokat. Mi? Tibi hatodikos. Csak néha kicsit ufó. Tökre gáz. Bocs is rászok, mindjárt jövök. Tibi, ezerszer megbeszéltük, hogy ne gyere ide. Miért nem az árkádok alatt vársz? Mennünk kell, még a tekerőt is el kell próbálnunk estére. Figyelj, Tibi, nem tudsz hazamenni most egyedül? Én még maradni szeretnék. Fontos dolgokról beszélgettünk a Lizerékkel. Ida, kezdődik a szotyi bajnokság. Ja, jössz, vagy nem? Nem várunk örökké. Jó, de mit fognak szólni a szüleid, ha későn érsz haza? Kezdjük el nélküle, most melyik a startvonal? Vinya, csináld már meg rendesen. Ne, várjatok. Tibi, nem maradok sokáig. Na, szia. Jó, tudjátok mit? Mentem haza. Várjál, Tibikém, ne olyan hevesen. Nem várok, hagyjatok békén. Wow. Most ugye nem rajtunk vered le, hogy Ida szenyó volt. Még hogy szenyó? Mondjuk ki nyíltan, árulást követett el. Ó, Gicsku, azért látsuk be, néha hajlamos vagy túlzásokba esni. A legkevésbé sem. Úgy csinált, mintha neki nem lenne fontos a befőttesű... Hol van Tibi? Ha, elpályázott. Figyelj, azt vágott, hogy most fog először egyedül buszozni. Gyerünk, Tibi, adjad neki.